Szavasztok! sziasztok! Szavaztok, srácok! Halli mindenki! Na, figyelj, én arra gondoltam, hogy visszautalnék a tízes adásra, mert ott volt egy érdekes momentum, ami... A pénz és a bevonzások. A pénz és a bevonzások. Ja, meg közben szavasz meg szavasz meszkjú, hogy, hogy indíthatnánk azzal, mert egyrészt, hát hát, ha még jönnek emberek, egy pár perc múlva. Ja, amikor aztán belecsapunk. Lesz. Szkonda lesz. hát nem tudjuk. Tényleg útkó volt Pálinka évás. Hát nem tudom, Gergő nyerne. <gül> <gül> Többet használja úgy a kezét csuklóját. Jó, ja, hát is. a klatyingatásra. Nem, egyébként mert hogy másnak is összejött mostanában ilyen bevonzás sztori. Ja, Például igen. A a Cooper haverúnak úgy jött össze a kamera, hogy összejött mellé az az összeg is, ami miatt a másik kameráját alakarta volna adni. Uh -huh, így, így megmaradhatott. Tehát így megmaradhatott az a... Vagy azt költeti másra. oké? Nem, meghagyja. Ja, meghagyja. Meghagyja talomba. Tök jó. Tök jó. Tehát egyrészt ez, a másrészt, amit már a héten meséltem nektek, a nyolcas számos Janis sztori. Ja, nyolcas, igen, azt nekem mondtad. Ja, ja, ja. És... Bocs, hogy egy kicsit visszautalok az előző adásra, de... Ö, ez a jó már vissza lehet. <laughs> igen, egyrészt. Másrészt meg, hogy van hatása az adásoknak. Tehát nekem ez az, ami az egyik dolog tetszik, Jö, hogy... Hogy valaki esetleg nézte, és akkor vissza tud reflektálni rá, hogy aha, ne, nálam is esetleg összejött, vagy ezt megfigyeltem, és ez... ez igen, és igen. Hogy, a, hogy ezzel a... Már ugye az alcím eredetileg az volt, az, hogy az ébredező podcast, és ez nem konkrétan a reggelre... Ő, akartam És a rántottára, ugye? Igen, meg Igen. a rántottára. Hanem arra, hogy egy picit ébrednek a, az emberek ereje. Na és Kezdőnk akkor mondanám, spiritualizálod, még... nem? <laughs> spiritualizálod. Ja, tehát az volt a, a sztori lényege, hogy a János barátom ö, meglátta a nyolcas számot egybe. Ja, és ezt direkt kikötötte, hogy mondjam el, hogy a Szevaszpurki, hogy a... Ali hogy mindenkit csak a tudatos szerencsejáték használatról, mert hogy arra fog kimenni a vége, tehát ezt mondta, hogy csak akkor közölhetem ezt a sztorit, meg megkérdeztem, hogyha ezt előtte bemondom. Igen, mindenki saját felelősségre igen. igen. Tehát ö, itt az volt a sztori lényege, hogy meglá vagy meghallott egy beszélgetést, amiben többször feljött a nyolcas, majd... Ö, Kinyitotta a kaszinó applikációját, amiben egyből a 8 as beesett a golyó, akkor már elgondolkozott, akkor jött vele még egy 8-as szembe, arra nem emlékszem, hogy konkrétan mi volt, majd úgy döntött, hogy elindul, akkor bevágja a ruletbe a 8-ast. De mielőtt odaért volna, azért Google-be beleírt egy random számgenerátort 0-32-ig, hát mi jött ki? A 8-as. Akkor már ezt meg kellett ütni, igen, ott, ott már nincs, nincs vissza a út. És bement a... Eladom a kocsit, és akkor így rá. Nem, nyolcasra. bement, bement a játékterembe, és nyert. A nyolcassal. A nyolcassal. Az legnagyobb összeget rárakta, amit rá lehetett, azt hiszem 4000 forintot lehet ilyenkor felrakni egy izére, egyetlen egy számra, és 144 ezer. Az jó. az jó, így. Igen. És azt nem tudom, hogy emlékszel -e, hogy amikor meséltem nektek, akkor a Niki megmutatta a telefonját, és három darab nyolcas volt. Igen, igen, ott emlészel? is valamit nyomkodott, és azon az alkalmazásból ott is kijöttek a nyolcasok, hogy nem emlékezni. ez pont olyan, mint ma a péntek 13, nekem ebből ez jut eszembe, ugye? Végül is 2023. január legszerencsésebb 13-ája van ma, nem? Mert ennél szerencsésebb 13-át nem lesz januárban. Ja. És 2023 ban meg pláne, de figyelj, egy munkatársam átküld, ugye komissiózok, szedem a tételeket, és akkor vannak ilyen, amikor ilyen kávéporokat szedek, van, amikor az üdítőket szedem, meg van, amikor a sznekket. Átküldött mind a három tételhez megrendelést. Számolom össze az üdítőket, egy, 13. tizenhárom. tétel, érted? Számolom össze a kávés termékeket, 13. Szedem a neked mondom, be fogok szarni. Tudod? Összeszámolom az elején, 14. Elkezdem összeszedni, egyik fajta nem volt raktáron. 13. Érted? Tehát, hogy végül is vidd el, hol mind a háromnál kijött a 13. Bejött a munkatársa, mondtam neki, hosszú útra nem menjen, meg ne sétáljon át a fekete macska előtt az úton, mert a bubiból. <laughs> Para <gül> lehet, <gül> ja. <gül> ja. szia White Rave, boldog péntek 13-at neked is. Azt mondja, ez purki, hogy de jó kis stúdió. Ja, kezd alakulni most már így. Durva libabőrös tud lenni az ember az ilyen dolgoktól. Brrr. É, igen. Ö, az utolsó nyolcas, hogy a pool billiard goisli repül fejre és ügyelet. Jaj, értem. hogy <laughs> Jancsónak. Ja, Ornyergen. Na, hát srácok, ezt a sztorit akartam, egy visszautalásnak a azt hiszem, az a tizedik adás. Milyen, vala, a pénzmágiás nem a adásunk volt. Pénzmágiás <laughs> adás. <laughs> Ja, ott hát úgy a... nem? Mert ott végül is az lett a vége, nem? Ott csiholtuk a pénzeket. Ja, igen. Valakinek. Úgyhogy úgy, ezt... úgy, én is elkezdtem kriptózni. Na, Mindenből nyolcakat veszek, tudod. Igen, <laughs> mert, de hogy nem. Volt, amiből 626 ezer 500 darabot vettem. <laughs> Elég jó olcsó volt, jó biznisz. <laughs> Úgyhogy reménykedek benne, mondom, hogyha 0, tehát hogy 25 centre felmegy az ára, már jó vagyok, érted? Már, akkor ki lesz lesz 150 ezer dollárom, akkor megérkeztem, tudod, az most így. Elég lenne. Szotyira. <laughs> igen. Na. Meg is írnám valakinek gyorsan cseten. De Mostan még még ingyenes. De kinek? Hát anyámnak. <laughs> de nincs is a csetán, de miről beszélsz? De nem értetted a átfűzésemet. Most addig írnék valakinek messengeren, amíg még ingyenes, tudod. Ja, ja értem, a... tehát átfűzöl a... már a témára. Aj, Igen, mert akartuk kell. hozni Én... ezt a kis témát, hogy fizetős Jaj, lesz ugye a messenger. A hír. És ez is olyan szinten ráment arra, hogy demoralizálja az embereket. De én meg megkérdeztem a többieket, hogy mi eddig ingyen volt? Hát miért volt ingyen? Há, most mert... Hát most nem vette valamennyire le az adatforgalmat, de mi egész nap valaki annyi volt a dolgot, hogy leülsz és messenger ezzel meg ízézt, tehát, hogy amikor megvan az meg hanem... van és nem folyik be, most azt néztem, hogy egy jó egy spot egy zene meghallgatása, már ilyen 3-4-5 mega. Jó, hát, de ha egy... videót küldesz a haverodnak. Igen. Igen, 4 k -ba. 4K-ba, mondjuk 4K. abban nem küldi át, úgyse, de... <laughs> hát de feltöltöd vala Google Drive-ra, és ő neki le kell szedni, hogy megnézze. Vagy már csak az, hogy futtassa, már az is leveszi neki az adatforgalmát, nem? De. Úgyhogy ez most mire fog ösztönözni? Korlátlan alatt, nem? Olyan tarifára kell váltani, és akkor megint ingyen van. Mert ugye volt, amúgy az egész arról szó, hogy voltak olyan előfizetések... Igen, nem. É. Azért voltak előfizetések, hogy azért tették bele, hogy te azt az előfizetést vedd meg. Azért volt egy-kettő-három program jobban preferálva, applikáció, hogy te megvedd mondjuk egyiknek a, azt ja, a... Jó, de a YouTube-ot egyikbe se bele, a nem. mocskok. <laughs> Pedig amúgy az lett volna a biznisz, mármint, Hát de el. nem, hát az a nem biznisz, akkor. Hát ott azért van bőven adatforgalom, hát nem? Tehát, hogy ott, 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 azért nem tették szerintem bele. Hát Mert jövő, ezek ilyen töredékei voltak, nem? Nekik most mi az, hogy letárolják a képeket, és neked megoszza meg a kis videók, meg az ilyesmi mert azért Facebookon nem pörögtek a másfél órás oktató dokumentumfilmek, meg ilyesmi. Nem, de meg... ugye ott volt a videócsat, amit viszont nyomadtak az emberek. Ja, és azért... a videó, tényleg a videócsat is ingyen volt. Igen, mert hogy az, az uh -huh. egész, ami a Messengeren belül, tehát voltak olyan előfizetések, ami nem az összes volt ilyen. Tudom, nekem is olyan volt, aztán arra emlékszem, Amiben hogy meg voltak határozva, volt valami... Nem tudom, hány applikáció, tutsz, valami nélja, a Dezzer, a, 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 a Spotify, a Messenger akkor még ott volt, még volt valami? Insta. Insta. Azok benne voltak, mm -hmm. ugye? De már egyből rám is írt egy ismerős, hogy most akkor is izé, nála, ezért innentől fizetni kell érte külön. <laughs> igen, hogy érted? Ez, ez a dezinformáció. Ez a dezinformáció része. Igen, én is a többieknek mondtam, hogy nem félreértetek valamit, mondom, nem nem lesz sose úgy fizetős. Hát, ugyanúgy, ahogy eleinte, ugyanúgy egy időbe jött csak az be, hogy egy pár pár program bekerült ebbe az ingyenes kategóriába, de azelőtt minden év fizettél. Hát Mi vapoztunk, ja, vagy ja, ja. mi volt az, az izé, a izé? Va Vap nem? És akkor mennyit bődületes adatforgalmat levett és akkor csak textszöveg volt kiírva, nem? Meg ilyen ja. izék, hogy Hát, de akkor még semmi. 30 kilobájtért fizettünk ilyen, nem tudom miket. Oh. Kegyetlen, amikor fizett érte izék kilobajtóként, és rajta maradta a neten mi, hogy milyen ilyen 30 ezre számlák jöttek ki a 2000-es évek elején, érted meg közepén, nem? Valahogy ja, ez ja, akkoriban ja. volt. Micsoda, mostantól kell fizetni az internetért? Na, igen. Köl. Na, szóval itt is van De egyébként, úgy látom kérdés. A vést, úgy. <laughs> itt is van úgy kérdés, tehát úgy lesz fizetős a, a Facebook, a chat, vagy a Facebook Messenger? Hogy az adatforgalmat adat most már. Ugyan úgy, ugyan. Hogy eddig állítólag volt olyan előfizetés, ahol nem mondta, de lehet, hogy valaki bele se tartozott. Tehát, hogy ez is most a de, 50 százalék. Vagy ez már mindenkinek majdnem hogy úgy volt. Hát figyelj, az Sose előfizetős, mivel én váltottam több csomagot is uh -huh. ebben az, vagy az a tavalyi évben, meg az az előttiben is a nagynénémnek, hogy vásároltam, úgy volt, hogy csak a legalacsonyabb izében nem volt benne. Tehát, hogy nehogy abba maradjál. Ja, igen, igen, igen. Hanem egy bőved már a nagyobbat. Tudom, ott volt a jobb net is, tehát hogy itt bővebb adatforgalom. De, de akkor most. most így látjátok, is. így, a, amit csak így, ti reagáltok, ebből is látszik, hogy milyen rohat jó cikkeket lehetett ebből írni. Fizetős lesz! Nem hát én, mindenki kattint is rá. Én is elolvastam, és rögtön összeállt a fejemben, hogy csak a vezércikka jó. Tehát, hogy a cím, fő cím jó. Ja, 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 ja. Persze, hogy fizetős lesz régen is azt számogattad, hogyha valakinek átküldesz egy képet, az 3-4 meg, hanem még volt idő, amikor persze, és akkor volt persze. még 100 megát, hogy már nem küldök át gépet, mert 4 Igen, képet, mert akkor meg, holnap utára nem jut. Meg ezért voltak a lite alkalmazások, a lájtok, -ok, nem? Ja, igen, a hát Messenger, a messenger light. light, meg az ilyesmi, a Facebook Élek. Light, hogy a képeket ne nézse meg, csak hogyha akarod, hogy ne indítsa be a videót, mind azért, hogy nem erítse az adatforgalmat. Ez mind ja, meg az adatforgalom csökkentő applikációk és böngészők. Minden, wi lopók, a Wi-Fi lopó vagy te. <laughs> Na, amíg a szomszéd nem rak új kódit, nincs gond. Így van, én ugyanezt mondom. Viszont ez amúgy nem egyoldalú szerződésmódosítás? Ó, bakker, erre nem is gondoltunk. Mi van, ha én ehhez nem járulok hozzá? Egyébként mi van, hogyha már annak idején így írtuk alá a szerződést? Vagy mi van, hogyha ezekre az emberekre majd az új letelte után fog vonatkozni? Letelik az egy év, és majd utána lesz fizetős. Tehát, hogy most bevezetik, és amint lejárnak, tudod, vannak olyanok, amik majd öt év múlva lesz. Tehát, hogy addigra jár le valaminek az ideje. Te neked, ha már ilyen Aha. szerződésed van, valószínűleg ebbe nem fog senki belemenni, te még egy évig agyon használod. De hát, tehát akkor mindenki ilyen nap a Facebookozni fog. Á, ah, nekem még van! <laughs> na, azt mondja... Fizetős lesz, lesz de jövőre közben. meg mindenkinek lesz ingyenes, korlátlan internetje, érted? Tehát, tehát, hogy körülbelül ez lesz, nem? Vagy tehát ez lesz az, hogy na, akkor most fizessetek el a korlátlan a korlátlanatra, mert most még... Most most vagy, a vagy a Facebook 500 forint éha fog neked olyan csomagot adni, hogy nem fogja vonni a netet, mert ő majd ad neked <laughs> <a> Facebookot <laughs> Bizony, külön. Az biztos Mér? nem. Mér? Az biztos <laughs> nem. Az, hogy a 40 giga netből elfér a havi messenger, na igen. Meg a PUBG Lite mondja szöret. Yeah. Én is oda, én váltottam korlátlan, de nehogy már. Hát én is... egész nap csak Facebookozni akarok, akkor nehogy bár nekem még figyel, nem kelljen, hogy itt csökken. A Azt mondja, ezt, hogy korlátlan 5 van, semmilyen adatforgalom nem érdekel cserébe, viszont Ugyan a így így kormány még. tud olvasni a gondolataimban, és nő egy harmadik kezem. <laughs> ja, a szemeden. A harmadik ja, az szemedet. Igen. Én kikapcsoltam az 5 az enyémbe. De az én fizetésemen például például már nincs is a Vodánál. Ja, hogy már nem volt olyan ingyenes sztori. Akkor Hallod, amúgy mielőtt mi kikapcsoltam az 5G-t úgy merül a telefonom, azt azért hozzáteszem. Úgyhogy az, az több adatot küld, nem? Mert csak annyi, hogy már azzal meríti, hogy csak nézem, hogy van-e 5 g torony, tudod, hogy annak a frissítése, és az már meríti jobban a telefon. Igen, 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 igen mert szerintem másmilyen frekvenciát kell feltolni a telónak, mm -hmm. vagy a, a 2-3-4G mellé még az 5 is be kell nyomja. Mm -hmm. Az is lehet. Nem tudom, csak megfigyeltem, most nem merül úgy. Teliben nem merül úgy, hogy kikapcsoltam azt a szart rajta. Már kezdtem érezni, és egy <laughs> nő ki Én is egyébként. Én meg azt vettem észre, hogy amikor jön frissítés a telefonra, akkor önkényesen fogja és visszakapcsolja. <laughs> Az is jó. Tehát azt csak azt lehet, veszem csak... észre, hogy Pesten vagyok, és akkor nézem a telot, 5G, mondom, Na de jó, megint beállítások, izé, és akkor visszamegyek a három vagy a 4 3 2 g és ráhogy uh -huh. csak azt használja. Ilyen ez. És azt én is észrevettem, hogy akkor nem, ezt, nem zabálja úgy az aksit. Nem, nem eszi annyira. Ja, meg tudod, mit kéne úgy, úgy lenne, hogy, hogy mondjuk a fekete-fehérbe adnánk az alkalmazást, és akkor úgy csak fele adni adatot ennek. <laughs> <laughs> Ilyen érzéket kitalálni. De most ezt meg lehetne lovagolni valahol. Ja, vagy 16 bitesben, nem? <laughs> nálunk a feltöltött gépig csak három megák, nem négy és fél, vagy valami, és akkor így, így most ezt meglovagolni és csinálni erre egy akármit. Alkalmazás. Tudod, hogy most ingyen adjuk. Nálunk ingyenes lesz. Hozzánk beregisztrált 15 ezer forint, de mi ingyen adjuk ezeket. Ja, a 15 ég, de akkor ingyen. Érted, a többi ingyen. ezt a 15-öt kifizeted, de bár más ingyen van. Mint a 15 csak az, hogy küldjük neked a számlát minden hónapba. Ja, az, Kezeljük, az, az, adat, az az adatkezelési, az adatkezelési. <laughs> 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 Úgyhogy igen. Nekem is korlátlan mobil lett van, de talán lassan érkezik végre az üvegszálas, amit Debrecenben rend... decemberben rendeltem. Decemberben, oh, Debrecenben. Üvegszálas. Na hát, hál' Istennek, amikor... Az itt már olyan van, nem? Ide is optikai jött, optikai akkor... Optikai van már. Az optikai. Vagy kicsit jobb az optikai ez, mert nem mindig akarja teljesíteni a dolgát. Nem Viszont képzeld ezt, Purki, hogy a legutolsó adást kiküldtem három platformra, úgy lehalt a... Igen, rögtön. Letiltottak minket, hát ott már azt már többen nézték valószínű. Ja, úgyhogy nem lehet nagy közönséget, csak szóló. Ja, csak picibe. Picibe. Én a a kibertélbe maradva én is még itt tovább olvasgattam, mondom, hogy már ne térjünk ki ebből az ingyenes cset, meg ilyesmiből, hogy mi, mi újdonságok történtek még a világban, ez kegyetlen, az, az okos babakocsi a legújabb. Okos Keddez, babakocsi. Igen. De miért igen. tud ez is önringató, a ne, Önringató. Izé rásegítés van benne, hogy megy fel, lejtmenet, meg hegymenetbe, hogy kerék rásegítés, tudod, elektromos motor rásegítés. Oh. Ha kiveszed a gyerekbe önjáró és követtiteket, teket. Igen. Nagyon baba. De mint GPS alapján utánan megy, vagy mi mint egy kis csúcsért. Te igen, a rá izéled, Úgy, hogy a telefonodra is élet. Ráhangolod. Úgyhogy ez most nagyon megfogott. Végre ilyen is van. Egy az okos, okos mosógép, az okos mikro, meg az okos. Ja, a, mi a legkomolyabb a Samsung hűtőn olyan tévé van, amin tudsz dúmozni, mert a gyerek futtatta rajta. Ú, ez már régi hír. Nem is régebbi, de hogy mert hova fejlődtünk, és akkor valaki nem az hallottak. Valami, az valami olyasmi volt, hogy a az Xbox Game pass valahogy. Azt ja, szám, a Game Pass szám, erre a, a, Samsung kis tévére, ugye, mert az meg ide olyan kiadású volt, ami már... Azt valami Android volt, arra nénta. lehúzta az Xbox appot, és... Ja, és akkor azon futatta, úgy futott a dumot. És mivel azt hiszem van rajta Bluetooth, föl, Fölkattintotta rá a joystickot, mert azt hiszem úgy van, hogy. Csak a joystick, és ja, hogy hangszóró is van a hűtőben, hogy tudja a zenét is lejátszani, azért bluetoothos. A hűtőt tudjon. Azt zenéni. nem tudom, szerintem az csak a telefonos kapcsolathoz kell, hogy amikor már lakásban vagy, akkor már ez Az és is lehet. De nem, milyen MVF-n kapcsolódik? Hát azt. De szerintem mind a kettő kapcsolatban nem van. Vágon. Igen, az már az Androiddal járt a Bluetooth. Igen, és akkor az androidos Game Passhoz meg csak egy Xbox kontroller kell, semmi más. Hmm. Vagy felrakhatod a kijelzőre a joystickod, de hát az úgy kényelmetlen. Felesleg. És akkor bekattintotta a Doom-ot. a hűtőn De dúoza, ezt én is láttam, az, az marhárovic volt nem is tudom, a csávó mi futotta még, de a Doom egyet, az is valamilyen kenyérpirító, vagy mit tudom én mi volt, de azon csak Varszki jelzőn. Uh. Mi volt az? Valami Varszki jelzős. Uh. A nyomtatónak a kijelzőjén, nem? Nem. Nem nyomtató nem, kijelző? Mert az, 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 beugrana. De nem is tudom, mi volt. De valami kis, ilyen, nem tett részem, de valami kis kijelző. Hát, hát figyelj, most, most utána nézek. Gyorsba. <laughs> nekem okos mosógépem van, remélem a feleségem nem olvassa. <laughs> Mi ez csak dicséret? Utóbbi időben net gondolk meg, költözés miatt nem mobilnettel elétré, szóval várom az öveg szálas, mert mikor jön és szépen lassan visszatérek. Ja, Spurki, hogy, mert amúgy jó ja, igen, -el. igen. is Spurki is streamel. Hát igen, hát mobilnette az lehetetlen. Most amúgy nálam otthon játszottunk, kicsit ps és elkezdett a, rendesen a kábeles úgy szaggatott, át kellett mennem wi re PS-re, és akkor úgy tudtam normálisan játszani, mert olyan volt, hogy húztad az egeret, és az egét, ilyen késett is, meg, meg, visz, az a nem visszhangzott, hanem tudod, motion blur volt. És próbáltam már újraindítani, vagy kikapcsolni, és bekapcsolni. Próbáltam azt is kényvizet, azt nem volt jó. Nem segített a problémám. Mosogatógépe van okos Meszkiónak. Ja, mosogató, bocsánat. Hát igen, de értettem, hogy mire gondol. Ez de akkor is dicséret. Láttam hát, olyan, ha vizsos, is... hogy ha kopogsz rajta, akkor felkapcsol benne a lámpa. Hát <laughs> persze, <laughs> <laughs> az <laughs> az <vasszik. gül> Igen, kopogni kell hozzá. három szó tudod. Ez de te németben vagy, az ott minden gromek, nem? Ja, az valami izé. Az valami szolgáltató szerintem, de azt javítsatok már ki, hogyha nem. én azt hittem, hogy az a gurmé máshogy. gurmé? <laughs> <Gourmet. gül> <laughs> ja, mobilnetes gurmé, mi? Ja, igen, igen, az, ott nincs minden megoldva, mi is laktunk úgy, ki nem is tudom, hol voltunk, Frankfurtba valami külvárosi részen, ott is csak volt valami wifi -e a csávónak, de már az is alapból olyan netet kapott, hogy vala nagyon lassan jött minden, nem tudta se filmet, semmit nézni rajta, még a messenger is késett. Olyan lassú volt a net, hogy rendes a kijelzőt késett. Na, itt azt írja, hogy 7 LCD kijelzőn is játszható a Doom. Igen, de most nem kijött a streamnek az a kis kézi bordja, az a Steamboard, Steam, Deck? Vagy a Steam Deck, nem bord, hanem Deck. Csak azon is már minden ilyennel tudsz ütni. De ott Sassen, támogatja hogy... is, az a durva. Tehát, hogy, hogy olyan szinten megvan oldva csomó minden, hogy ez valami káprázatos. És uh, ki tudod vágni 4K tévére. Tudod, mire lennék kíváncsi, hogy no. nem -e lesznek majd a régi PSP-k, a kis kézik, meg kell káve, hogy esetleg át tudja nyalni. Mert ugye már hát az szerintem is... lenne, ha lenne benne jó üzleti érdek. Tehát már de, minden, ilyen, minden a... ilyen, lenne, vágod? Hát jó, a végül is most az van, hogyha megveszem az előfizetést, a PS-nél is van ez a PS plus a sokosság, és hogyha azt megveszed, akkor PSP játékokat is azt hiszem kapsz, hogy de nem, az hülyeség. PS vitás azt hiszem a legrégebbi, mert az volt az új ilyen kézi konzolja. Na ezeket de... nem tudom, a PS historikat nem tudom, srácok ebbe, hogyha tudtak, akkor segítsetek. Most azért a drága csecsi, mert aktívan beszélgettek velünk, mert akkor tolom a sztorikat. <laughs> igen, igen, igen. Azért Jövettek is, majd de egyébként igen. nem, hanem nem készít, tényleg nem is ezt a... Készültünk, hanem erre a beszélgetésre készültünk inkább így, nem? Igen, meg a fő témát tényleg ezt a messengeres tém... ez kiber... sztorit akartuk kitisztázni teljesen. Remélem, hogy sikerült, hanem még van benne, vakfoltak a szóljatok. Igen, meg van miről még. Ja, másikat is mondom. De egyébként meg Vájtrév elmondom, hogy nem, olyan drágák vagytok kedveset azért. Igen, és csak. <laughs> Értetek, jöttünk. Ja, a másik, ami még eszembe jutott, amit néztem így a kibervilágról, hogy most már Kínában elkezdtek azzal foglalkozni, hogy le 3D modelleznek embereket, de senkiket, tudod, tehát, hogy Aha. csinálnak. Józsefeket, nem És azokat csinálják a home office-os hogyha valami előadást kell tartani, meg ilyesmi, tudod, online akkor már, mert hogy valami csak 80 Na, tehát, na, 80 kal drágább, hogyha rendes embert foglalkoztasz, mint hogy valaki megírja neked a programot, és hosszú távon ők leoktatják Fú. az embereket. Hallod, és a GPT-csetről hallottál? Meg arról, a hogy sport, mi pénzeket keresnek GTP? vele a gyerekek, meg ilyen, meg hogy azokat már elkezdték össze az AI-val összefogni, meg nagyon kemény, hogy a három ilyen AI-s programból a gyerek össze, az egyikkel megíratta az eszélyét valahova, de hogy csak át kell nézni, mert vannak néha ilyen... Ta, ö, Na, hogy no, is benne. Az kis sokkok benne, no, amik ami ilyen kis csavarok, frazírok, ami nem biztos, hogy úgy van valóságban, de hogy eszét írnak, meg minden. Hát ami félelmetes volt, az amit a VR kedden besélt. Tehát fogtak egy könyvet, abból megkérték a Csedzsi ezt a mi hogy írom már belőle egy forgatókönyvet. Veszette, akkor megkérték, hogy ebből írja már össze a jelenteket, hogy kikivel beszélgetett, azt is megcsinálta, utána átrakták a dalliba, ami ami rajzol szövegre, és gyakorlatilag egy könyv, egy könyvből leanimálták a könyvet. Hát nem a... leanimálták, hanem egy képes könyvet csináltattak ki ja. belőle. Vágod? Uh -huh. Tehát az is milyen durva, de... Nagyon durva. Én azt hittem, ja igen, hogy csak képet, de gondolod, amikor animációt fog, és akkor le a, egy animált, tehát hogy a könyvből így megcsinálnak egy, egy animációs, animációs filmet. filmet. ja. De már nem is animációs, hát, mert ahogy a Kínában ez a 3D modellek van, ez meg nem mondott, hogy nem ember. Aha. Érted? Meg nem mondott, tehát hogy filmet fognak így megcsinálni. Rendes És a, jó, hát animációs film, hogyha azt nézed, de honnan fogod te azt tudni, hogy ez animációs hát igen. Film? Vagy, hogyha az... hogy honnan tudjuk már most, hogy, meg nem is tudom, hogy kit hallgattam a héten streambe, hogy ő elkezdett beszélgetni a Chat g Én is, múltkor kipróbáltam. Te ki is próbáltad? Ú, én nem próbáltam. Úgy leoltott, mint a szart. <SZ> <SZ> Tényleg? <SZ> Úgy mondta, nem érted, nem viccesen, de én meg kéne lesz, ahogy, hogy, tudok gyorsabb pénzhez jutni, meg ilyen ezt voltad? <SZ> ha, minden, te, azt, aminek neten utána olvasom minden, de olyan szépen összeszedve, meg elég jó fogalmazza. Tehát, hogy nem mondtad volna, hogy robot, hogy nem ember írta meg. És azt tíz hogy saját magát is meg tudná írni? A programját? Igen. Igen. Most ezen gondolok, hogy így lehet, igazából ezt fogod, és fogok, és írok egy androidos programot ezzel, nem? De, de olyat is hallottam, hogy hogy mondom, valaki ilyen nagyon komoly kérdéseket tett föl neki. Né néztem ilyeneket, ö pár ilyen műsort. Meg mert utána azért kapott engem is. Az meg ötlet. mivel tud, nem tudom hány programnyelven, kisebb játékokat írattak vele. Ezt fogom csinálni komolyan. Hát annyi ötlet van a fejemben, <há> hogy egész nap írni játékot. G, ez neked de akkor ilyen első száma, ilyen Nekem lesz. Igen, igen. Most ezért kezdtem angolozni rá... is. Mert ugye most jó, ez magyarba is, de ugye angol lesz a programnyelvet, ha meg valamit elfordít, vagy valami, akkor utána bírjál már járni valamennyire. Úgyhogy. Na, meg közben olvasok, mert <kül> a srácok. Igen, elkezdtek írni, mondtuk, hogy beszélgetünk, és igen, most elkezdtünk beszélgetni a csetet, meg nem nézik. Ugye ja. most jönnek ők. Igen, ez volt, ez volt. Igen. Azt, hogy nem szeret városban lakni, nyugi meg minden, azt találj. Én szeretek. Várjál, erre nem voltam felkészülve, hozok egy török között, letörlöm a de majd, <gül> <gül> majd én letörlöm, mert itt lett nyálas. Fizetős messenger át, jön az ingyenes mezkiú. <laughs> <De> miért? <laughs> lehet tőlem okosabb az, az az AI, de azért az boxban még mindig jó vagyok, szóval tudja a hanyas ez is jó szöveg. Az lehet, de üteted a fémet. Hát igen, Szóval mondhatnám azt is, hogy félelmetes, viszont nagyjából értem, hát, hogy ez hol Félelmetes, fog. azt valamelyik nap néztem egy ilyen videót, tudod, ezek a katonai robotok, ezek a ai a felszerelt Aha. katonai robot, nagyon komoly volt, célba volt állítva a robotnak három vagy négy cél, tudod, minden lövés lett belőtt, viszont a csávó így a folyamat lőtt a robot nagyon gyorsan, és a csávó így elkezdett tárcsétálni előtte, akkor egy centit nem lőtt, érted? Uh -huh. Meg lőtt, 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 és ahogy oda tetted a kezed, már nem lőtt, tehát hogy azért a, ez még bennük van, és akkor ezt beszélték a felül, hogy végünk van. Tudod, hogy igazából végünk van. Ez az, vége, az, az, az a egy, videó. egy pillanatban kell átírnod ezt a programot, és végig is lőtt, fel a robotot, érted? De várj egy az, az az a videó, ami díjat nyert, mert valamilyen való. nagyon komoly, izé, nagyon az komoly, ilyen, nem is srác illeti, animáció stúdió animációs stúdió csinálta. Mert az is, mi? Egy nagyon komoly a. de annyira jó, azt... Azt, amikor én kb. azt egy évvel láttam. Igen, mert még De arra is odafigyeltek, hogy esetlen legyen. Majdnem a magam rajta, annyira életű volt. Igen. Ahir azokról rász ki a hideg. Igen, az is, amikor bele. Annyira látszik, hogy tucat és gép, pedig mennyire jó művészek vannak, akik vállalnak rajzot. De hát ezen látni is fogod, hogy nem ember hát, rajzolt. Figyelj, tehát, én, az én most nem gondolt. tudom, hogy mennyire fog működni itt az autofókusz, meg a... Meg a, a, De nem, lehet, hogy ide addig átkapcsolom majd egy, egy pillanatra. Nem is tudom, hogy De a manuálja másik... olyan jelenet csinálva. De mindegy, ja, addig mind te megkeresed, addig meg még ezt is valamelyik nap láttam a videót, a gyerek meg dalszöveget iratott vele három darab szóból. Három, mondjuk kristály, itt tudom én mi volt a másik szerelem, meg még valami, meg áfonya talán. Aha. És akkor megírta, és a csávó meg fel is énekelte, mert hangszerelte. A gyerek az, az zenész volt, lehangszerelte, és felénekelte, és azt mondom, hogy, hát, mindamikor amikor tudod az amerikai szövegeket, lefordított <laughs> magyarra, ez... de adta. Tehát, hogy ez, ez az alapszintű, mit tudom én, romantikot adja. Meg a másik, nem tudom, hogy ezt itt. Ezeket láttad, G. Igen, azt is, ahogy itt a mandalák. Igen, igen, igen. Nem tudom, hogy te, te osztottad-e meg, de láttam. Várj egy pillanatra, Lát, amit csak képeket. átkapcsolok, Jó, hogy a, a srácok is lássák. Nem, azt hiszem. Vagy nem, ja, nem akkor... most nem tudom, mert Jó, annyira rég voltam dik... azon a színen, nem beszélek, amíg átok. de nem ja, működik. Na, itt van srácok. Jó. Ja, ez is a a tervezett mandala, Manda lesz. Ja, tehát ehhez mit szóltak? Azért ez, ez, ez szerintem marha szép. figyelj, nem, nem, tehát, hogy nem, rossz úgy nagyon szépet csinálni, hogyha mind a két milliárdot láttad, ami az adatbázisodban benne van, és abból a két milliárdból minden ötödikből a legszebb elemet összeteszed, szerintem az <laughs> akkor is szép lesz. Tehát, hogy már én is tudnék egy nagyon szép mandalát csinálni. Hát figyelj, én próbáltam, de ennyire szép nem lett az enyém. De azt nézted, hogy, hogy nem is, csinál, is gyakoroltam. Néz, tehát, hogy hogy kell, nem, hogy a tükröző bekapcsolod a programba, amiben csinálod, és akkor elméletileg ja. Cíp ja, ja. lesz. A, mert én is úgy csináltam, hogy fogtam egy ilyen 8-as ja, ja, bepakoltam, és akkor úgy izé frankó volt. De, de mondom, az enyém, azok nem lettek ennyire jók. És az AI-os rajzokat, azokat nézted? Néztem azokat is, igen. Hát mondom, én végigmentem ezen a sztorin, mert az egész érdekelt, meg mondom, valaki ezzel már pénzt keres, úgyhogy én elkezdtem ezeket is pénzenni, <laughs> ezt, hogy... <laughs> Egy kis pénzkeresési lehetőség. Mi? <laughs> tud rajzolni az nagy ügy, majd ha tud villanyszerelni, meg betolozni, majd akkor beszél. tudni. <laughs> Láttam. Márt Nem 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 azt tudni betonozni, mivel hogy vannak már ezek a betonnyomtatók, beleteszi az AI a programját, ezt kinyomtatja. Ennyi megcsinálja. Ja, én is el. láttam, ilyen nyomtatott házat bakkel. Igen, Ön... néztem én is. Az, az se. Mindent meg fognak csinálni a végén. Nem kell csak üljek, otthon jön a pénz, robotok kiszolgálnak. Én adom ezeket a grafikákat amúgy. Hát egyébként, anyab, abból a szempontból nekem is tetszik, hogy mondjuk azok az emberek, akik akik rajzolni nem tudnak, de jó a képzeletük, abból lehet valami viszont. De milyen jó a képzelet? Sárkány, tűz, nő, gonosz, egy, ezt így bemondod, meg csinál egy ilyen képet. Viszont azt nézd meg, hogy mennyire el fogja bagatelizálni azokat a dolgokat, amik viszont mit tudom én, te komolyan gondolod a kis művészetedet, aztán ha meg tényleg, az énki abból csifessen képet a szövegeimben, amikor még amik én is értem. Tudod, amikor olyan olyan eszmefutatásai vannak nyolc sorba, és azt fesse meg, érted? Az egész metafora, érted? A nyolc Vagy sor egy metafora. Tudod, hogy mire lesz jó, G? Bevágod neki a szövegeidet, és az AI megmondja, hogy ebből a nagy közönség mire fog gondolni. Igen. És akkor így fogok válogatni, amelyiknél szívecske, meg angyalka lesz az maradhat, amelyiknél meg horog kereszt. Egész, tud? <laughs> horog kereszt vagy te. Horog kereszt, méreg, meg halál, fej, tűz, az nem. Ja. De hát mondjuk olyan nincsen, amelyiknél mondjuk esetleg korok Vagy hát a francsa tudja, hogy miből mit gondolna. Ja. A fehér homok, ennyit mondanék, aha, megmondanám, hogy a fekete szén, azt a Minecraft, minden benne lenne. Azt mondjam, Meszkő, hogy és indi dohányozni tud betonozás közben, na ugye. Hát lehet, hogy lesz majd műtüdeje, szívja a műdohányt. De olyan igaz ége, hogy reggel csavaros kiflivel indít, érted, el el eltol hozzá egy ilyen töltött cigit, majd egy olyan köp a betonba, érted, hogy ott marad a nyoma, egy ilyen ízű üreget köp bele. Az mondja hogy hogyha hogy csak mandalát csinál, vó mandalát pedig nem, akkor, az, szexi, akkor az AI szexista. <laughs> ja, mandala, vó mandala, meg igen. <laughs> Tényleg ez mennyire komoly, erre még sose gondoltam. Viszont... Hát ö... mégis a szerzetesek azok férfiak. Kevés a női szerzetes, de hogy csináltak volna ők mandalákat? Csak utólag már. Hát de akkor biztos férfi azért lett mandala, nem? Viszont hogyha azt nézed, hogy mondjuk van egy programozó, és neki olyan szinten elveszi a munkáját, hogy egy ilyen alapprogram, aki már nem tud pénzt kérni, az viszont tré. Nem, hát fejlesz -e magát tovább. <gül> <gül> Ugye? Jó, de nem abba... állhatsz meg már azon a szinten, amit abba meg jó ismolába lesz... tanítanak a gyereknek, hogy a chat GT-be, hogy tud beleírni egy programot, hogy megcsinálja magának a mini Pokémon játékát. Abi viszont jó lesz, hogy egy bizonyos szintű ö, szint után, amikor már nem bírod átlátni azt a programot, amit írtál, mondjuk... Mit tudom én? Egy, igen, hogy egy mondjuk arra, hogy. Brutál vállalati ő adatbázis. Nézze, vagy, ugye, vagy hogy ő, a hibáikat uh -huh. keresendő, igen. Erre viszont biztos hogy Mondjuk jó arra, az. meg ott vagyok én. Ja, Szólálok egy <laughs> hibát, keres, arra nagyon jó elmegyek, akkor bárhol találok hibát. Ugye <laughs> valakinek esetleg kell egy ilyen jó munkatárs. Pénzét csinálom szívesen. Viszont ez lehet, hogy izél le fogom rajta futtatni, hogy szövegekbe segítsen az... nekem szövegírásba. De nem, hogy megírod, és akkor ki, kikéred a véleményét. Ja, de tényleg, de tényleg ők tudnak véleményt formálni? Tudnak. Tud. Tud. Az a durva, hogy, hogy, a, hogy abból a, szerintem amúgy G, ami eddig bitcoin bányászat volt, és ugye most már elfogyott a bitcoin, amit ki lehet bányászni. Szerintem az ennek az alapját csinálta meg. Ja, az is lehet. Hogy erre használják most... a Jó, hát. Ez most de persze konteló, fikció, de is összeesküvés elmélet. Nem is összeesküvés elmélet, mert hát valamire használták, hanem ez csak mi van. De hajának. szerintem az ilyeneknek a kitalálásának az alapja hát. volt, és ezeket az algoritmusokat bányázták eddig ki. Lehet. Vágod? Mármint, hogy erre fordították oda fizikálisan a Azt a ég, sok igen. Hát igen, mert ugye mind ezek a tehát minden ilyen mögött egy képlet van. Az, hogy egy A-ból B-be megy. Ki tudja, hogy igen, el? Ez a bányászprogramodban mi volt még beépítve, hogy az mellett nem evetve szokásokat, megnézett ilyen dolgokat, és akkor mondjuk milliónyi ember bányászott, az a milliónyi embernek még mellett ott volt minden egyéb akik tehát, hogy ezzel foglalkoznak, azoknak az egy nem kell, mert is. az interneten elég sok cucc van már föltöltve. Attól igen, függetlenül, mondjuk hogy a Google-ből le, van, igen, igen, le mondjuk, van, már választva. Jó, mert hogyha már google ezzel akkor már google ön keresztül már egy csomó információ rólad megérkezik erről a net az összokásaidról. Vásárlási, ja. hát az összója. Hát vagy akármiről. Akár, igen, mert hogyha a hangodat nézi, akkor meg az alapján, meg pláne. Hogyha abból is tudnak kinyerni informálát pedig tudnak. De tényleg szerintem annyi elég, amennyi Amennyi dolog volt már a, az interneten, és abból össze lehet hará. Tehát itt konkrétan az A információtól a B információig eljutásnak a, a magát a gondolati síkját bányázták szerintem ki, hogy a probléma megoldásnak az összes képletét, hogyha azt nézed. Érted? Igen. Nekem, amúgy ez a véleményem, és én már gondoltam is lesz, hogy ezután ahogy ennyire beindult a bányászat, én már két éve gondoltam, hogy lesz, lesznek ilyen dolgok. Na most nagyon Ebből. ez is beindult, tehát hogy most kezd tényleg félelmetes lenni ez az alj, és ez az utóbbi egy évbe jött, nem? Jó, az, az hogy az furki is, hogy hibát keresni szóljon az asszonynak, <gül> akkor, <gül> ugye, de. de igen, holta, bocsi, meg, meg zúztam a gondolatmenetedet. Jaj, jó. <laughs> Mehetünk tovább. <laughs> jó, ti miről beszéltek amúgy? Automatizált szoftver mérnök vagyok. A küszöbén vagyunk, hogy elvegye a melóm. Valahogy nem akaszt ki, ilyen a haladás. Szerencsére több lábon állok. Igen. igen Aztán igen. csodálják az emberek, hogy vannak technofób emberek. Facebook hang. True. Mondta Spurki szerintem az én összeesküvés. Ja nem. A technofóbra írtam vissza White hogy igaz. Hát igen, és ö, én azt gondolom, srácok, hogy ö, hogy nem technofóbnak kell lenni, hanem el kell gondolkozni azon, hogy hova fejlődünk tovább. Ki? Hova fejlődik tovább? Mert már látszódik a két irány. De... Mert erről már mennyiszer beszélgettünk érte, figyelj, és majdnem, mi? majdnem hogy mo most bontakozik így ki ez Azt érzed, mindenki. Mert, hogy mi, hogy, ja, hogy mindenki valamelyik irányt felveszi? Vagy oh. mindenki egy irányba megy? akaratlanul is. Nem, hanem hogy, hogy lépjünk egy szintet a gondolkodásunkba. De merre? Hát szerintem felfelé. <laughs> Mindenképp igen, mert arra kell menni a lépcsőn. Mert én arra gondoltam, hogy hogy más is rám írt egyébként, hogy hú, most elfogják venni a munkánkat, meg satöbbi. Én pedig azt mondom, hogy a, a társadalomnak bizonyos szintjei a, a tudatszintje az csökken. Tehát lesznek olyan emberek, akik annyira el fognak lustulni, hogy attól függetlenül, hogy vannak ilyen csodás eszközeink, ők nem lesznek alkalmasak arra, hogy megértsék ezt a robotot, mondjuk egy ideig még. Igen, most azért de egy hogy, de évünk hogy, biztos de van hogy, el. hát Szerintem annyira nem, de hogy, hogy magát ezt a Nagyon gépel való... országok is vannak azért mindenhol. hogy a géppel való kommunikációt is ki kell alakítani. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen parancsokat írsz a chat be azért, hogy biztosan a cél dolgot érde. Igen, meg azt se tudod, hogy mik vannak már bele programozva, hogy mik vannak blokkolva, érted? Meg hogy mennyire van szabad kezed, meg hogy merre van szabad kezed. Igen. Mert például azt is olvastam, hogy a, a dali nem lesz szexuális jellegű képeket mm. csinálni. Mert mondjuk például... ilyen, hogy azt mondom a ChatGP-nek, hogy tört fel a názát. <laughs> igen. Vagy tört fel az MKB-t, és utalját, nekem 4 milliárdot diktálom a számlosszámat. Igen, tehát biztos, mondjuk, hogy lesznek korlátozások. Hogy viszont azt nem tudom. Mert a te logikádon fog múlni, hogy hogy mondod el neki, hogy mire kell, nem? Tehát, Na erre gondolok. Erre Igen, gongol, hogy az, akkor, az ember, embert még egy gép nem fog kijátszani bizonyos logikai, vagy hát jó, megvert csapva is. Viszont nézzük, hogy biztos, hogy lesznek szabályozások erre is. Tehát pont az ilyenek Mind miatt. Erre. Mert lehet, hogy mondjuk Józsi bácsi nem azt kéri, hogy a, a bankot, hanem elmagyarázza neki, hogy ide meg ide mennyibe létszik-e, vagy ide hogy jutok be, és akkor arra a kérdésre meg lehet, hogy fog tudni válaszolni. Tehát Igen. azért ez is, hogy lesz lezárva, hogy lesz korlátozva, mennyi lesz fizetős, mert ugye már a tizedik parancs után keményes a magyar. <laughs> az pedig még tényleg, azt még lehet, hogy nem számolták bele ezek azt a józsák. Most erről is olvastam, ez, a, hogy miért a, nem szereti valamelyik csávó alkalmazni a magyarokat, valami Ausztriában van neki ilyen szállodája, meg ilyesmi. Hogy érted, hogy ott olyan szociális háló van Ausztriában, hogyha bármi van, akkor te kapsz magad. Tehát, hogyha munkaügyi pered van, az államad ingyen ügyvédet. Tehát, hogy ott kint és azt mondták, hogy a magyar az van annyira hogy bármiért perel kint, érted? És egy osztráknak meg, meg nem fordulna a fejébe, hogy perelje valamiért a munkaadóját. Itt olyan volt, hogy az ébe perelték, mert nem adott benzinpénzt a bejárásra. Holott az osztrák meg nem is gondolná, hogy ő érted, hogy neki jár pénz azért, hogy bejárjon. <gül> 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 Szevasz Gabesz, neked is <laughs> megkérdezem a chatbotot, ki, eh, tehet igazából 9 11 aztán egyből zsákot hoznak a Oké, lesz, hogy is, hogy, 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 léteznek a földön kívüliek. És csak azt a hivatalos választatta, hogy, hogy a, túl nagy a világ egyetem előfordulhat, nem hihetjük, hogy csak egyedül vagyunk, de érted ez a semmi konkrét, hogy én íti vagyok, a marsról ír neked, hogy én... <laughs> <laughs> igen vagyunk. <laughs> Tehát mindegy, az én, az én meglátásom azért az, hogy, hogy attól függően, hogy most majd mindenki azt hiszi, azt hiszi hogy ez, ez, ez lesz a, az összes munkahely elvesztése. Ezekkel az eszközökkel azért majd kell tudni bánni is. Igen, meg figyelj, hogy a hanyatló nyugat, ugye? Kell a fizikai munkaerő, mivel hogy ők már nem csinálnak meg semmit, tehát hogy most lehet, hogy egy, egy, egy bizonyos be fog zárulni, de egy új nyílni fog, mivel hogy sajnos igen, a mezőgazdasága senki nem fog foglalkozni, és ahhoz, hogy ne dögöljön éhem az ember, ugye enni mindig kell. Tehát, hogy mindig lesz, lesz, lesz olyan ipar, erről máshol is néztem most, hogy abba kell ingatlanokba, meg mezőgazdaságba kell fektetni, mert ez lesz a jövőnek az ipara sajnos. Vagy hát, hát nem vagy... sajnos hál' istennek, mert visszajön. Vagy mondjuk... Csak ugye már alig van egy mi, Mit talán. gondolsz egy olyan ut utopisztikus gondolatról, hogy ugye most ö, mindenféle ételünkben ö, elég sok tartósítószer, meg ilyenek vannak. Meg a csipek. És... <laughs> de, nem Csipszeg, most, nem most, de nem most halál egy, jó jófajta gondolat felé akarom elvinni az egészet, hogy mi van, hogyha mondjuk ez a chat tépi abba is fog segíteni, hogy megmondja, hogy egyrészt mit tegyél, meg mit ne. De minden, hát ez a te emberem fog megindulni. Érted? De a várjá, nincs, nem? Tehát, hogy ez is az emberem múlik. De várjál, ha nem mondjuk ö, 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 emiatt több tudós fog egyszerűbben gondolkozni olyan dolgokról, hogy mit tehet meg és mit hmm, nem. A de várjál, fog elmúlni. Ö, olyanra gondolok, hogy hogy olyan pozitív hatása lenne mondjuk, hogy emiatt több ember annyira tudatra ébred, hogy mondjuk mit tudom, én, betiltatják a bizonyos fajta rossz ö, anyagokat, a, vagy, a, vagy, a, vagy az olyan gabonákat, vagy most érted, hogy mire akarok én nagyjából? Tudom, hogy mire és elő is fordulhat, de még mindig nagyon sokan vannak, akik mondjuk ezeket el akarják, tudott túlsúlyozni. Szerintem, én még nem, nem azt mondom, de, de a gyógyszeripar is ott tart, amire erről is olvastam legutóbb egy-ez egyik könyvben, olvasok valamit, hogy ott is a több száz éve, ami volt, érted, mondjuk száz éve vagy 150 éve kitaláltak valami orvoslásos gyógyszer, pillulát, valami színe, vagy akármit, érted, és azt adják, és azóta mondjuk bizonyos termékekben nem volt fejlődés, nem engedik lett volna. De mi van, hogyha ez lesz az, ami miatt muszáj lesz ö, a Ja, mert a, hogy ennyire felnyitja az emberek szemét, hogy Igen. az meg is tényleg jobb. Hogy, meg... Vagy mit ér valami tényleg annyival jobb, vagy tényleg annyival rosszabb, hogy akkor azokat a dolgokat kizárják már csak azért is, mert hogy közösségi elven. Mert ha egy GP azt mondja neked, hogy ez úgy van, és akkor te meg neki elő fogsz hinni, mert mondjuk mi elmondjuk ötször, hogy úgy van, érted annak nem, de majd egy program neked megmondja, és akkor lehet, hogy ezt előbb elhiszi ember, és ezért. Hát, figyelj, most azért nézd meg, hogy a. Hogy, hogy, hogy a média is milyen befolyással van az emberekre, és lehet, hogy ez így ki fogja csapni a biztosítékot. Persze, végül is él Facebook is mérvadó, nem? Vágod? Tehát én ezen gondolkozom, hogy mi van, ha lesz egy ilyen rohadt nagy pozitív lecsapódása ennek? Lehet. De viszont még visszatérve a, a, poénra, láttam most egy olyan videót, aminek az volt a lényege, hogy, hogy hogyan tüntesd el az exedet a fotóról. <laughs> ja, ilyen izé, photoshopos izé? Körbevágta olló, ami? Nem, körbevágta a csajt, és izé, és Dallival pedig kiegészítette a csávolnak jó, a másik felét, mert így rá volt így hajolva, érted? Ja, és az meg jól jó rá volt legyen, hajolva, ha. és megcsinálta úgy, hogy jó legyen. És akkor hogyan extelenítsd a fotóidat? Most ez volt is, hogy ezeket a homályos <laughs> fotókat kiélesíti. Ki? Tehát most lesz az az idő, ami ami eddig kamu, ami eddig kamu volt. tudod, amikor fotózgattunk így a régi, és ez nézd meg most jó képek. Hallod, hát, ami tehát, eddig tudom, kamu volt az, az ilyen NCIS meg ilyen sztorikban, most megvalósul. Ugye NCIS-ekben volt ilyenek, hogy izé, rá, hát, az olyan kamera felvételre, ami semmi nem látszódott. Ja, igen, 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 Ugye? és akkor az kiélesedett. Ki ugye? Igen, 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 ilyen tényleg volt, hogy Na, de most ja, hogy néz ki, 640 as kamerával felvetted, de ott a látszódott a tikotájmó, hogy hány óra van. Jaj, jaj. Na, már közben írtak egy csomót a srácok, és itt olyan jól elbeszélgetünk, hogy... hogy... Igen, Gabes Megkérdezem, ez már volt. Készíts 5000 hamis e-mail címet, és szét a kormány ablakot. <laughs> Di. Az milyen op lenne, mondjuk ez is durva. Öö, egyébként meg ez öö, ez nem is annyira vittes. Igen, hogy ilyenekre tudod már. Nézeted magadnak jut. Már van ilyen, hogy nézettséggenerátor van YouTube-ra. Felrakod egy videódat, és nézettséggenerátor csinálsz rá, azt, hogy ha majd megvan az IZEX, akkor meg még fizet is érte a YouTube. Meg Ilyenek. Anyám, érted, hogy hihetetlen dolgok. Amikor nem csak elveszem a munkát, de jóra az adócsalás pecsű százalékig. <laughs> Azt a... De ez a ChatGPR nem magától mond meg dolgot, hanem, amit beletáplálnak, nem? Szerintem ez már magát fejleszti, tehát hogy valamit hát beletápláltak, és onnantól meg már ilyen önfejlet, elvileg AI, tehát ugye önfejlesztő, amúgy nem az lenne, vagy én nem tudom, én sem tudom. Fuditu, ez kezd nekem újra, kérlek, ezt nem tudom melyik ö, story volt, White rave nem kell cseh gpt mert akkor jön a balonai <laughs> úr. <laughs> mondjuk előbb hiszek embernek, mint a független sajtónak. Nekem nem mondja meg semmi, hogy ne egy szalonát vagy kolvász. Hát az valószínű, hogy nem fogja egyébként mondani. Nem mondhatja, csak te attól még meg fogod enni mert benned van x év tapasztalat, és rájött, hogy te neked az jó, hiába mondja azt, hogy emeli a szerint szintedet, vagy valami. Azt mondja, nekem mindkét autómban baloldalt van a kormány. <gül> <gül> Na, de én valami olyasmire gondolok, hogy lehet, hogy lesz valami olyan áttörés, tényleg, amivel ha, ha mondjuk nem az összes ember, de mondjuk akkor tegyük fel, hogy a, a tudósoknak egy része, aki, aki jobban öntudatra ébredt azok mondjuk ki fogják tudni fej, fejni belőle azokat az információkat, amik tényleg... Vagy azzal a segítségével, tehát hogy aki nem, mondjuk, mint én, aki egy ilyen rejtett tehetség. <laughs> Csak mondjuk nincs meg az, hogy én, én Delfibe leprogramozzam, mert az életben nem fog neki állni annak, hogy én azt megtanuljam, és azon végigmenjek. És ezzel, a, ezzel meg megbírom azt valósítani, olyan, olyan ötleteim vannak, olyan Hát figyeljetek, akkor srácok, majd a következő műsorban a GE hozza az első applikációját Androidra. Tényleg a következőre meg lesz. Van már most is egy, annyi az egész, nagyon egyszerű amúgy még. Várj, nem mondd el, mert itt lelopják bazzák. Hát ezt, elmondom, ezt, elmerem el 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 mondani. El? Mondok egy, egy számot. Azt utalásnál beütöd. Rányomsz a tíz-re és utalás. Ez még egyszerű, még fejlesztenem de kell egy rajta, biztos, de működik. sok pénzed lesz. Igen, ez most még működik. Még csak meg kell találnom rá az embereket, akik ki szeretnék próbálni, úgyhogy tesztereket keresek. Tényleg? Meg lesz, így csinálunk egy internetes oldalt, tesztereket keresünk. De még le se kell programozni HTML-ben, mert azt is vágja a chatgpt Ez Én minden, csak bemondok, a CET, az megcsinálja. Ez ennyi. is akkor ennyi lesz, hogy csinálunk egy, egy malajziai bankban egy, azt is vele meg, megcsináltatjuk. Jó, ja, beregeltetjük a chat Egy valami, nem is tudom, hogy hogy tudunk szerezni egy születési anyakönyvi kivonatot, amit már előre már megcsináltatunk, tehát hogy azt az ember, de visszamenőleg kell 18 éve előzőleg, úgy, hogy őt akkor most beregeljük, hogy elhagyta a személyét akkor. Akkor csinál, kap új személyt, akkor meg lesz 18 online már, mi, online már tudjuk vele megkettetni majd egy bagnál a szerződést, mivel hogy ez a, majd csinál neki egy arcot, nem? Tehát, hogy egy virtuális embert megcsinálunk neki. Ugye az akkor megköti hát a igen. szerződést, akkor már meg lesz a reklámarcunk, aki behúzza az embereket. És még a lelkiismeretem is tiszta marad. Bakker, nem leesett a, izé, a spirituális lényeg ennek az egész sztorinak. Hol van benne a szellem? Nem. Na. De közel jársz. Akkor a lélek. <laughs> nem Tehát mivel Mondjuk csak tegyük fel Minden behazudható lesz Most pont ezen a igen, Ezen igen, a, a sztorin Az me, emberek, me, emberek me. kénytelenek lesznek Fejleszteni önmagukat intuíció szinten Hogy felismert, ki És ez fogja Eredményezni mi? az egész Igen. Bakker és nem tudtam hogy mi lesz A mai műsorban a spirituális tanulság. meglett Elmem. G, Köszönjük, was... <laughs> Tehát kénytelenek lesznek az emberek fejleszteni az intuíciójukat, amikor a szívükre hallgatnak, és Igen. az megsugja Hallgass az, az igazságot. Az meg. G, én azt mondom, hogy ezzel a ez Az Ez egy szép végszó. Ezzel a műsorra meg vagyunk. <laughs> Na még olvassuk az. Na, srácok. Pont, hogy ezt fogja mondani, hogy ez zabály. Igen. <laughs> Sir Drive, akkor megnyugodtam. A nyak izma tart. Micsoda? Még a hát emel. Mi? Hát emel. A nyak izma tart. Még Most jött le nekem is. <gül> <gül> Ezzel megöltél. Jesus. És azt nem tudom, hogy mi a spiritu meg az <gül> intuíció. <gül> <gül> Jó, akkor nekik mesélt? nektek meséltem a viccem. Még ezt majd akkor az, az utolsó tíz, tíz perc? Nem, ezt a, elmondod a viccet, és akkor még az a, spirituális a <laughs> meg a. Mert ez is spirituális. Az is spirituális, ezt tudod, a piramisos. Micsoda? Hát a piramisos viccem. Mert, hát, de hogy azt mondtam, de most de azt mondtad, mindegy, elmondom most. Mondjon. Tudod, hogy milyen illat, van a piramisok környékén. Fú, de nem emlékszem. Hát Sphinx-szak. <laughs> <Szfinkszak. gül> Tényleg? Igen, azért mondtam, ez a sajátom, de ezt neked találtam ki. Hát. Mert ez sárcok. elég spirituális. <gül> <mit>. <gül> azt mondja, azt mondja White Rave, hogy have a White Ray, hogy van egy problémám, nekem már nincs szívem. <gül> <gül> Tehát srácok, amikor megtanultok úgy metakommunikációt olvasni dolgokról, hogy abból tényleg ki tudjátok úgy szedni az igazságot, hogy nem kell hozzá semmi. Tehát. Ezért épült a metaverzum, is felveszed majd a VR szemölgetést, és megszűnik a kommunikáció. Nem, nem most halál, komolyan mondva. Ne, de ez is elfedítés, pont ezért nem milyen érdekes. Tehát én mondom, srácok, én megtanultam azt, hogy hogyan lehet úgy. Tehát el tudom választani már a saját gondol gondolataimat a. Másokétól. Bocs már, de tényleg. Tiszta köcsög vagyok ilyenkor. Hallom a hangokat. Jó van. Csöndben maradok. Mi Ja, tudom. Tehát tényleg, amikor... Uh, teljesen nem tudjátok választani azt, hogy mi az igazság, és erről nem kell a olvasnotok se. Ha ezt ki tudjátok fejleszteni, akkor nem lesz hazugság az életetekben. High hand az intuíció, mikor pénzt kérnek buszjegyre, de már valahogy nem hiszem el, hogy arra kell. <sílás> Fia, ez, ez, a level egy, ez a level egy, rescue. <sílás> <sílás> ez a level egy. Fia, ezt lehet tovább fejleszteni, srácok. <laughs> Úgyhogy. De, van ez a régi vicc is, most az nem jut a szembe. Erről is azt, azt vicc, hogy azt hiszem, ha van kell a bici Maczkóhoz, hogy kérjen egy csupor mézet, vagy valami, és akkor gyalogod odafele. Ah, lehet, hogy haragudni fog rám. Ah, nem is biztos, hogy adni fog. Ah, lehet, már megette. Odaér, bici mackó, meg a mézet! <laughs> <laughs> hogy az intuíció. Az nem is emlékeztem. már <laughs> még oda már hogy mi lesz. Tudod, Na, de, előre, de, de ez, előtt, ez az, az, más, az, igen, az, igen, az, igen, az, agyalás. Amikor, amikor agya, azt, Nikinek szoktam mondani, mert drágám az elég ilyen, hogy ráagyal előtte, mielőtt még kiderülne, tudod, és akkor ha mondjuk én meg pont így, ahogy beleszólok más szövegében, nem, hogy már előre kitalálom, mit akar mondani, ez kerül ugyanolyan, de... Ja, úgyhogy srácok, az intuíciót azt lehet gyakorolni, vannak erre elég jó technikák. Én meg azt mondom, hogy szerintem annyira kerek lett most, ez az adás, hogy Mert az csapjuk le a végét. Volt, ugye? 17. -dik 17. -dik volt. azért volt ilyen kerek. Mert az egy meg 7, az 8. Oh, És annál kerekebb nem lehet, mint a két kerek elfektetve meg végtelen. Az már a végtelen. Srácok, számisztikából is felzárkoztattuk <laughs> tudom, a mai napot. A nyolcas elmegy, tudod, a pszichiáter. A nyolcas elmegy, a pszichiáter, és a a el, Á, azok úgy hosszú lesz. <laughs> Na, a srácok, reméljük, hogy élveztétek ezt a jó kis adást. Szerintem <laughs> bitang lett. Szerintem bitang lett. Ezt most itt lezárjuk. Szerintem volt benne tanulság, is, volt is. benne mindenféle móka. Meg most már tudjátok, hogy fizetős lesz a chat GP. Ja, a chat az messengeren, de amúgy a chat is tuti, hogy... Hát mert az pénzes az alapból adat. Forgal. Fizetős lesz. Srácok, találkozunk a legközelebbi adásban. Fingom nincs még, hogy mikor lesz. De, Péntek, szombat. De ígérjük, hogy nem lesz vasárra. a Sphinx szag. Ja, a Sphinx szag nem lesz. Úgyhogy <laughs> legyetek jók, mindenkinek jó hétvégét, főleg ehhez a kis Péntek 13-hoz. Igen, a maradék időre. Nem menjetek át a fekete macska előtt az úton is. Ja, úgyhogy S Fogjátok meg jók. a kéményseprő gombját. Balherét. Na, Balherét. szavaztok! Csőtök! Ja, ez nem az? Na, még egyszer.